Na, akkor mutatom, hogy én hogyan csekkolom az időjárást. Adrenalin sportok, ahol egymás alatt láthatom a különböző szélmodelleket. Itt van egyből egy áttekintés arról, hogy hogy néz ki hazánkban a szél, most látom, hogy éppen nincsen. Van egy grafikon is, kedvencünk az Arome, rövid távra megmondja, hogy mikor lesz jó szél, szépen lehet is nézni. Aha, holnap már reggel 9 órától már úgy néz ki, hogy valami értelmes fuvallat lesz Velencei tónál, és délután ez egyre erősebb lesz. Lejjebb egymás alatt látom az összes hazai windguru spotot, így meg tudom tervezni akár a hetemet előre, például érdemes lehet hétfőn lemondani a meetingeket és a családi ebédet. Amit az előbb láttál, az egy általam összeválogatott szélelőjelzés volt, de ezen a weboldalon, itt az adrenalinsportok.hu szél előrejelzések menüjében egymás alatt lehet egy csomó-csomó időjárási modellből válogatni, és az oldal alján össze tudjuk válogatni a számunkra kedvezőt is. Egyszerűen beállítom, hogy melyiket szeretném első helyen látni, második helyen, harmadik helyen, és a weboldal legenerál nekem egy URL-t, amit ha megnyitok, már csak az adott időjárási modellek jelennek meg, ezt pedig a kedvencek közé el tudom menteni. A weboldal mobiltelefonról is böngészhető, ki tudom tenni a fő oldalra. Egyből látom a aktuális helyzetet országunkban, grafikonon is ilyen tudom dönteni, hogy erősödik-e a cél, gyengül-e, mennyire pöffös, érdemes elindulni. Én az Aromét imádom arra használni, hogy rövid távon megtervezzem a csúszásokat, majd itt is egyben az összes windguru spotot egymás alatt látom.